Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Mielőtt elkezdeném a jóslást, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy vannak új videóim a csatornán, kozmikus üzenetek. Ez nem naponta jelenik meg, hanem akkor, ha van valami érdekes, vagy valami fontos, amit tudnod kellene, és ez mindig egy nappal előtte jelenik meg, mint például most van egy videó november 20-ára és 21-ére, de majd ezeket a videókat készítem mindig akkor, ha látom a napi horoszkópban, hogy van valami fontos, amit szeretnék üzenni nektek. És most megnézem azt, hogy mit üzennek a kártyák. Mi az ő gondolata, mi az ő terve? Itt látható a felhő, az azt jelenti, hogy számára valami átláthatatlan. Mivel a gondolataiban jelenik meg, így nehéz most konkrét terveket ápolni, hiszen nem tudja, hogyan tovább, hogyan alakulnak a dolgok, kicsit bizonytalan. De ez elmúlik, hiszen itt látható ez a kártya, ami szimbolizálja a lilium virágot, és az jelenti a tisztaságot, itt kitisztul majd valami. Vagy szeretne veled tisztázni valamit. A felhő az jelenti az időt is, mégpedig fél évet, hogy a múltban átélt valamit, úgy fél évvel ezelőtt, és ezeket a dolgokat szeretné tisztázni. Amit ez a kártya, tehát a lilium még jelenthet, ezek a szexuális témák. Lehet, hogy szeretne erről beszélni, de nem meri kimondani, hiszen itt megjelenik a felhő, ez úgy olyan átláthatatlannak tűnik, nem meri ezt mondani, nem mer erről beszélni. És hogyan érzi magát? Itt ez az ostor, az nagyon fáj. Ez lehet egy lelki fájdalom, vagy betegeskedik. Itt a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, lehet, hogy volt kiadás, vagy valaki becsapta őt, és ez fáj neki. A halak jelentik a belső értékeket is, és akkor a kártyák arra utalnak, hogy nem kapja meg az elismerést. Vagy úgy érzi, ó, nekem soha semmi nem sikerült, én ezt úgysem érdemlem meg. Tehát vannak nála itt problémák, nehézségek, sőt, én úgy érzem, hogy vannak álmatlan éjszakák is, vagy az anyagiak miatt, vagy amiatt, hogy úgy érzi, hogy mások átlátnak rajta, nem kapja meg az elismerést, nincs meg az önbizalma. Mit fog tenni? Jelentkezni fog nálad, erre utal a levél, tehát lesz itt egy hír, és mivel az egerek olyan dolgokat jelentenek, ami elmúlik, hiszen az egerek el tudnak valamit távolítani. Itt arról van szó, hogy beszélni fog a problémáiról, és abban reménykedik, hogy te eltávolítod ezeket a nehézségeket, vagy adsz neki egy jó tanácsot, beszélni akar veled. Itt van a hír, a kommunikáció is. Az egyetlen dolog, amiről nem beszél, ezek a szexuális témák. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a park, ez jelenti a nyilvánosságot,
Lehet, hogy összefuttok a nyilvánosságon, vagy felvállal téged a nyilvánosságon. Az is lehet, hogy eddig nem kapta meg az elismerést másoktól. Veled keresi a kapcsolatot, elmondja azt, hogy mi hiányzik számára, és te leszel az, aki adod neki ezt az elismerést, hiszen ez a park ezt is jelentheti. Tehát te adsz életerőt, vagy egy jó tanácsot számára. Neki szüksége van most rád. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!